kiegészít a csapat, hát majdnem egy kétharmados többséggel egy új abba alakulását láthatjuk itt, ugye itt van dr. Nesmé Emil, sportjogász, hello Emil, jó, jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok, köszöntöm a hallgatókat! A te jelenléted mindig emeli a mi minőségi besorolásunkat, hogy így leszünk ezzel most is, és jó értelemben fogunk beszélni a sporttörvényről, hiszen 2023 utolsó napjában ugye hivatalossá vált, hogy változik a sporttörvény, a jogi részében mi egyébként nem is tudnánk belemenni, rengeteg adat, rengeteg információ, ezek közül kihalászni azt, ami nagy érdeklődéssel számot tartó, ezért is vagy most itt te, és köszönjük szépen, hogy eljöttél, és erről beszélünk, mert hogy ugye ott, ott áll a kidolgozásban, a változás kialakításában, ha igaz. A kezdeményezők között a kezdeményezők. voltam, sok ezer sportoló és sok száz sportvezető kívánságát sikerült így teljesíteni és keresztül vinni, ez pedig ugye a sportszerződés kötelező, nem kötelező, mi volt átérintő változást eredményezte. Itt egy volt sportoló, ezért is érdekes, hogy ő miből maradhatott volna ki. Egy, ugye, ha, ha, ha ha sportolói szerződésről beszélgetünk, akkor itt azért írjuk körbe, hogy az amatőr sportolóról, -tól akár a profi sportolóik változott, vagy melyik részébe? Most akkor kezdjük onnan, hogy a lépéseket. valaki sportolni akar, akkor mit tesz? Ugye a régi szép időkben azóta keresett magának egy sportegyesületet, ott taggá vált, és nem is kellett se szerződésre se semmi. Volt egy ilyen változás 2002-ben amikor is bevezették, hogy már KFT-kben is lehetett sporton, és akkor még nem volt NRT, ZRT részfénytárságban is lehetett sportolni, tehát ugye ez volt az, hogy ha valamelyik profi klub mondjuk bedőlne, akkor ne vigye magával az utánpótlást, tehát szét lehetett választani mm -hmm. ezt olyannyira, hogy onnantól olyan, a magyar profi labdarúgó bajnokságban nem is nevezhetett egyesület. Tehát ott mindenképpen gazdasági kell, hogy nevezzen. Tehát ez egy ilyen, egy ilyen 2002-es esemény. Utána nagyon picit ugrunk az időbe, 2012. január 1, amikor is a sportiskolákat, illetve az úgynevezett utánpótlás nevelés fejlesztését végző alapítványokat eh, sportszervezeti rangra emelték, na bejött még egy változat. És mi volt az alapprobléma 2002-től? Az, hogy hát, eh, ami nem sportegyesület, ott nincs tagság. Most akkor hogy igazoljuk azt, hogy milyen, uh -huh. te, te kedves sportoló, én sportolom vagy? Erre mondta azt a jogakot, hogy erre jön, kérem szépen a sportszerződés. Uh -huh. Innent az Egyesületeknek nem volt kötelező. Nem. Alternatív ö, vált az, hogy szerződjön valamelyik sportolójával. A Kft. RT mondjuk alapítvány vonatkozás, majd leegyszerűsítve, neki kötelező volt, melyiként honnan tudja a sportszövetség, hogy az a sportoló ehhez a klubhoz tartozik. Na már most, ez mi, mihez vezetett? Hát ahhoz, hogy iszletménység sportolónak szerződést kellett kötnie. Miért kellett kötnie egy olyan Mert ha megnézzük manapság, milyen az új sportszervezeteket, amelyek alakulnak, a ügyvédi irodánk, amit alapítunk, a 10%-a egyesület, a 90%-a az leginkább alapítvány, és esetenként pedig KFT. Uh -huh. Enni fog a legtöbb keretek között sportolnak. Tehát rengeteg szerződés volt, ha belegondolunk a látványcsapat most ugye itt a, a labdarúgás, vízilabda, labda, kézi kosárlabda, jégkorong, jövő Uh, ott olyan mennyiségű játékos tömeg van, akik ráadásul... A hatályon kívül helyzet szabályozás értelmében 10 éve volt ez így hatályban. Egy évre köthettek 18-es koruk alatt szerződést. Minden évben annyi szerződést kellett kötni, hogy kisebb erdőségek tűntek el a világból, csak azért, hogy minden évben megkapják a sportolók a, a versenyengedélyeket, enélkül hivatalosan, és hát tudom, hogy minden szövetség nyilván szabályosan működött, és nem adott ki enélkül versenyengedélyt, nem is adhatott ki versenyengedélyt, de ebben a, a hadsportágban biztos, hogy nem. Most emellett hogy egy hatalmas Instráció, az már tart ott a technika, és ez volt a mi megközelítésünk, akik ezt kezdeményeztük, hogy nem kell nekünk ahhoz szerződés, hogy valakiről tudjuk, hogy hova tartozik. Vannak, vannak már azért elég stabil szerveren vezetett nyilvántartások, hanem valami mást kellene. Tettünk egy javaslatot, azt végül is továbbfejlesztették, és egy teljesen más megoldásra, de, de már nem kötelező, akkor itt, itt, mondjuk ki, ez a jó hír a sport szervezetek, klubok számára, hogy aki nem sportegyesületként működik, januártól nem kötelező számára sportszerződést kötni a sportolóival, hanem egy részletes nyilvántartást kell vezetnie, mintha tagok lennének, tehát szigorú, mintha, mert nem lesznek tagok, Igen. de egy ilyen sportoló nyilvántartást, aminek egyébként a tartalmát, most most írjuk ezt föl, mert nem érdemes ezt részletekben így elmondani, a, a sportörvény hatályos szövegének 76 per E paragrafusa tartalmazat, tehát 76 per elemér, ott van benne, hogy mit kell nyilván tartani, és az elején, az első paragrafusban pedig azt lehet elolvasni, hogy milyen módon jön létre ez a nyilvántartás. Tehát gyakorlatilag egy ilyen kvázi tagsági rendszert hozott létre a törvény. Nagyon jó, hogy ezt létrehoztam, mert megmentettük az erdőket, ami most így, így fontosabb, megkönnyítettük a, ezzel a, a sportolói nyilvántartást a klubok számára. Hát megnéztettük, hát én most én nem vagyok a parlamentben szavazó képviselő, de ami, ami így közös sikerként értékelt, ez mégis megtörtént, és így mindenkinek könnyebb lesz ez a része, viszont egy komoly átállás kell, mert, Mindenki a korábbi rendszere volt berendezkedve, és ezért a, a jogalkotó azt mondta, hogy szeptember 30-ig kell minden szövetségnek gondoskodni arról, hogy erre a rendszerre átálljanak. Hozzáteszem a látvány csapasportákban június 30 a szezon vége, tehát ő nekik azért előkész, a július 1 nekik már az új szerint kell majd uh -huh. működni. De van sok olyan sportág, ahol nem ez a, a júliustól júniusig egy szezon. És ő rájuk is gondolt a jogalkotó nagyon bölcsen. Oké, okay, akkor egy picit praktikuság szempontjából, akinek most jelenleg szerződése volt, az a szerződés nem kerül semmi, hanem kvázi meg kell szüntetni, és utána ezt a tagnyilvántartásos folyamatba kell áttenni. Tehát ez csak azért, mert most a, ugye látványcsapatsportákban van a legtöbb ö, gyerek, és vélhetően sok szülő hallgat minket, hogy most akkor nehogy berohanjanak az egyesületekhez, és ők most ezt az újat kérik, hanem ennek lesz valami átállási folyamata. Így van, meg se kell szüntetni. Hát ne felejtsük el, hogy a gyerekekkel 18 év alatt egy évre lehet Sőt, Tehát a minden a látvány, újra kell nagyon sok helyen szerepel a, a, különböző átigazolási más szabályzataikban, hogy június 30 a minden ilyen szerződés akkor is lejár, hogyha máshogy kötötték. Hát ezek szépen lejárnak. Felnőtteknél december 31-ig három évre lehetett kötni ezt a szerződést. Na most ebben is változást hozott a sporttörvény, ugyanis most nem nézi, hogy kiskorú vagy nagykorú, mivel nem kötelező a szerződés most már alapítványok és kft kerték számára, ezért azt mondják, hogy négy évre lehet legfeljebb kötni. Nem kell négy évre kötni, legfeljebb négy évre lehet kötni. Ennek vonatkozása fontos, hogy majd szépen lejárnak azok a szerződések, hanem inkább ebben az esetben, ha élő szerződés van, szabadon így fogalmazom, hogy alá kell tenni ezt a Ez jogviszonyt. A... Tehát, Igen. hogy inkább aláépítjük ezt. És ennél fogva is egyszerűsödni fog a nyilvántartás. Innentől, tehát nem megszűnt, nehogy ez a portáljó bemutatja, hogy megszűnt a, a sport, nem, hanem alternatívával. vált. Tehát az egyesületeknél eddig mi volt? Az volt, hogy vagy volt egy tagom sportot, hú, nagyon tehetséges, mondjuk én vesztálok bele, fizetem neki ezeket Igen. az edzőtáborokat, és egy kicsit kiemeltebben mert nagy tehetség. Erre joga volt az egyesületnek. Sokszor ilyenkor szerződés kötöttek, rendben van, de innentől azért, hogyha kedves sportol eligazol, azért ebből mi szeretnénk látni amit mert mégiscsak hát, többet áldoztunk rá, mint amit egyébként feltétlenül szerettünk volna, de így ez nagyon jó. És erre például ideális volt a szerződés. Viszont nem volt ilyen lehetőség, hogy válasszon az, aki alapítvány, vagy pedig KFTRT változatban működött, mint klub. Na most nekik is megvan ez, hogy most már csak azzal kell szerződést kötni, akivel ők akarnak, és hát ha sportot is akarja. Tehát ez nem, ez egy kényszer szerződés volt, némi túlzással korábban. Ez a kényszer szűnt meg, és ez viszont nagyon-nagyon megkönnyíti azt a bizonyos adminisztrációt. Most az is egy érdekes kérdés lesz, hogy ez hogy jön létre, meg hát akkor hogy lehet megszabadulni egy ilyen klubtól, ha már nem akarok sportolni, de megvárom, amíg ezt a kérdést felteszitek. <laughs> Majd akkor ez most feltennénk? Egyből? jó. Hát persze. <laughs> hogy Na, most, a most hogy megítenek a kortvizet, akkor ezt a kérdést fel is tesszük. Mert Na, ugye, és ha éves, akkor meg kell várni az év végét. Akkor, ha a szerződés. Emi kit vagy mit érint leginkább a változás? A sportágokat, a sportolókat, a szövetségeket, melyik részében? Mindenki. Ennek végig kell futni a rendszeren. És visszatér. Érve évi igen provokatív válatlan kérdéséhez. Tehát úgy jön hogy azt mondom, hogy igen, jogi értelemben ez nem tagság, De ha a tagság létrejöttének analógiáját használjuk, akkor meg Tehát gyakorlatilag kvázi taggá kell válni, kérelmezni kell. Mm -hmm. Szeretnék ebben a, a klubban sportolni, tisztázunk, a sportegyesületeknél is meg kell csinálni ezt. Tehát nem úgy van, hogy ezt a másik két változatban kell a sportegyesületek marad a tagság. Nem. A tagság mellett egy ilyen plusz nyilvántartást kell vezetni, hogy kifejezetten kik az egy sportolóink, mert hát most kísértetés uh, egybeesés lehet a kettő között a sportegyesületnél. De teljesen mindegy, a törvény azt mondja, hogy innentől minden. Mindenki újra egy ilyen belépést kell, hogy végrehajtson, úgyhogy a sport egyesületeknél a tagság viszont nem fogja érinteni, de azért másodlagossá válik a sport működés szempontjából. Tehát sportolójával válunk az egyesületnek. Kérelem. Uh -huh. Sportolunk ott rendszeresen, sőt, azt mondja a törvény, hogy ha valamelyik klubnál valaki rendszeresen sportol, az kötelő, kötelező így nyilvántartásban venni, és akkor most mondom ennek az elnevezés, úgynevezett igazolási jogviszony kell, hogy létrejöjjön. Tehát ez nem az a szövetsége létre, hanem a klubban igazolási jogviszony beléptünk, és ezzel csak azt mondjuk néhány hónap, néhány év után, hogy mi már pedig nem szeretnénk így sportolni. Most ebben a helyzetben az történik, hogy bejelentem, hogy én kiléptem ebből a jogviszonyból. mintha csak egyes, egy ki lehet. Egy oldalon ki lehet lépni, egy esetben nem, ha élő szerződésem van. Ezzel nem lehet kitrükközni a szerződést. Tehát itt ez azt tudom, hogy én, én ismerek is ügyfeleim között is, és barátaink között is van olyan sportvető, amit eddig elmondtunk, ott már beindultak a kerekek, hogy úgy, hogy, fogjuk hogy mi áthozni. vagy hogy tartjuk meg, meg hogy hozzuk át az ellenféltől, mert csak kilép, megszűnik a szerződésen, nem? Ha ez a tehát legfeljebb négy év időtartamra köthető sportszerződés él, akkor így ezzel a trükkel nem lehet kilépni a, a klubból. Ez is egy fontos dolog. Azt megfelelően fel kell mondani, el kell számolni, esetleg az átigaz és díjak mi egymás tekintetében is az új klubbal, és ennyi. Tehát kicsit összetett a dolog, de a legfontosabb az az, hogy ha a sport egyesületek tagsági analógiáját használjuk, akkor megértjük, ugyanaz lesz, tehát mindenki kvázi, kvázi taggá fog válni, de nem lesz tag. Tehát ez, vigyázzunk, az igazó sportoló onnantól lesz igazolt, hogy az egyesület ezt a nyilvántartást elkezdi vezetni. Tehát milyen szempontból kellett, vagy, vagy volt ildomos hozzányúlni ez a, nem éppen most íródott törvényhez. egyszerűbb lesz így, uh, sok minden, vagy átlátható, vagy, vagy most itt erről beszélünk, vagy, 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 vagy te még bonyolultabb. Mert azért Egyszerű, egy, egyszerűbb. egyszerűbb. Hát, egy, rakás szerződés nem könyv megszülesse. megszülessen. Mert most, most tehát, e tekintetben, e -tekintetben, e -tekintetben uh, az ezekre specializált ügyvédirodák, irodák annyira mi nem fel, ülnek neki. Hát mi nem, az, nem a sportszerződések amatőr részére specializált, arra, hogy arra, a profira, igen, meg az amatőröknél, hogyha valaki átigazol, és látom, hogy érvénytelen a szerződése, mondjuk hát csak egy szülő írta alá, van egy olyan sportág, ahol egyébként a szövetség csak egy szülői aláírást várt el, hát onnan mindig boldogan igazoltunk át. Mert hogy érvé, konkrétan. <laughs> ne hogyha... ki nem mond melyik sportág, boldogan hát ne, el hát a gyerek. gyakorlatilag, aki tudja, hogy szülőként egyedül írta alá, de van egy házastársa, vagy úgy, úgy történt mondjuk egy házasság felbontása, hogy közös maradt a szülői felület, és mégiscsak egy aláírás szerepelt, ott, ott mondjuk az a szerződés, az egészen gyanús, hogy nem lesz érvényes. Aha. Jó, mik voltak még? Mert ugye azt tudjuk, és ezt olvastuk is, hogy ugye sporttermény módosítás történt. Itt a sportolói szerződésekkel kapcsolatosan azért nagyjából tiszta képet kaptunk még, hogyha nem is vagyunk jogászok vagy ügyvédek. Mi volt még azok a pontok, amik megtörténtek ebben a sportörvénymódosításban? módosításban? Sok minden, most nézzük azokat, amelyek a, a legtöbbeket érintik, hogy felhívnak engem legalább havonta egyszer, hogy most azonnal sportszövetséget akarok alapítani. Ezt, ez, ez, ez ezek, az elkeseredett, ezek az elkeseredett sportolók, akik új szövetségi formában ugyanazt a sportot... Hogy, igen. Tehát most azért képzeljük bele abban a helyzetben, hogy mondjuk valaki azt mondja, hogy hát jobban tudom csinálni, mint a Magyar Labdarúgó Szövetség. Hát csinálok én egy szövetséget. Elégén Eléggé nagy zűrzavar lenne, hogy itt két labdarúgó szövetség azonos sportág működhetne, és ez meg is oldja egy huszárvágással a, a sportörvény, ez nem egy jó új rendelkezés, ez, ez mindig is így volt. Egy sportágban egy szövetség. Ha már van egy, akkor e tekintetben teltház van. Tehát ha valaki kifejezetten egy úgymond konkurens szövetséget akarna létrehozni, akkor azt ilyet én mondom, vagy nem jegyzik be, vagy ha a bíróságnak a figyelmét elkerüli, hogy ezt nem szabad szóval ma bejegyeznek, akkor megszüntetik. Tehát, hogy ez, ez, nem úgy néz ki, hogy akkor egyszer csak Most a labdarúgás, mondtam, elképzelhetetlen, de néván nyilván nem a labdarúgással szoktak megkeresni, hanem különböző egyéni sportákkal, hogy mi ezt tudjuk jobban csinálni, gyorsan csináljunk egy szövetséget. De mondjuk ez kizárt, hiszen egy sportákban, ha már létezik szövetség, akkor nem lehet más sportszövetséget létrehozni. De, de mégis miért van ennek értelme? Hát azért, mert vannak új sportágak. Hát itt volt 8-10 évvel indult a techból. Hát, mint olyan, Igen. nekik is megvoltak a lépései. Magyarországon ezek a lépések úgy néznek, hogy ezt kell csinálni egy teljesen átlagos civil szövetséget ami nem feltétlenül sportra sporta foglalkozik, nem feltétlenül csak sportra hozható össze, és ezt követően, hogyha ő egy ilyen nagyon derék három éven át szervezett versenyrendszert, és uh, van egy nemzetközi szövetsége, amelyik ö, uh, december 31 ig ez volt ez a szabály, hogy három földrészen legalább 15 tagországgal működik, és legalább 5 éve világversenyt rendez, ezt mind néz, igazolni kellett mind, na akkor lehet egy sportszövetség. Tehát volt egy belső... Itthon el, Magyarországon. és, sportszövetség, és ez még nem sportági szakszövetség, mert most csavarunk tovább egy még magasabb szintre ha ezt, ha ezt gyakorlatilag olimpiai sportákban művelted, vagy a világjátékok sportágai közé, köré tartoztál, akkor még további három éve rá megkaphatod ezt a plusz egy csillagot, hogy akkor te már sportági szakszövetség vagy. Miért érdekes ezt? A legtöbb ember ezt nem tudta. Tehát gyakorlatilag azonnal szövetséget akarunk alapítani, vagy pedig hát van egy szakszövetség, az csak úgy lehet. Nem, ilyen fokozatokon kellett átmenni, ilyen Nem. nagyon sok sportág. Na, a kettes lépést eltörölték, tehát nincsen sportági szövetség, hanem hogyha valaki teljesíti azokat a, a feltételeket, amivel, ami által... Korábban ez a bizonyos hogy a sportági szövetség lehetett, ez a, ez a, ez a nem szakszövetség uh -huh. még éppen, de már a sportágat betöltötte, tehát innentől én vagyok a sportág Szövetsége, akkor ő már is szakszövetségé válhat az általam olvasott szabályozás szerint. Tehát ez azt is jelenti, hogy aki most sportszövetség, meg kell vizsgálnia, hogy akár rövid úton hogy válhat szakszövetségé, mert hogy a sportszövetségre vonatkozó szabályrendszer egészen kurta lett, tehát minden átkerült Or, országos sportági szakszövetség kategóriába. Kicsit egy egyszerűsítették ezt a, ezt a, a, szabályrendszert, és miért tették ezt? Azért, mert ahhoz, hogy valaki Sportági Szakszövetség legyen, a sport akkornak kell, hogy a tagja legyen, ez a jelenlegi neve a a, a, a Szövetség Nemzetközi Szövetségének, és a Sport nemzetközi szövetség azért nem nagyon objektív feltételek mellett vette fel a sportági Nemzetközi Szövetségeket, hanem úgy, picit, hogy egy picit kiszámíthatatlanul, és a jogalkotó úgy találta, hogy ezt a bizonytalanságot ne telepítsük rá a fejlődő sportágakra, e, hanem akkor legyen szépen mindenki, akkor már szakszövetség, hogyha az alapváltozatot hozza. Ez egy bonyolult elmondva, akik szövetségként működnek, ők ezt érteni főleg. Lényeg az, hogy az üzenet, hogy aki sportági szövetséget akar létrehozni, továbbra sem tudja megcsinálni három perc alatt. Dr. még Emil, sportjogász. Hello, Emil, jó reggelt kívánunk! Reggert. Jó reggelt kívánunk! Köszönjük, hogy itt vagy. Nem csak egy és más sportágak, hanem most éppen a sporttörvény módosítása és átalakítása kapcsán vagy velünk. Egy picit Próbálsz itt az erdőből minket kivezetni, hát egyfajta helyi monspart azt mondom, hogy nem könnyű, de tájékozódunk és folyamatosan egyre jobban látjuk a lehetőségeket, ugye a sporttörvény módosításáról beszélünk. Annyi mindent érint, hogy erről egyébként egy egész napos beszélgetést kezdeményeztünk volna, és akkor talán lehetne érinteni minden egyes változási fázist. Maradjunk akkor ugye ott, hiszen említettem én Szoboszlai Dominikot és a, és a hivatásos sportolók szerződését. Mennyire kell neki most aggódni, vagy nem kell, a külföldön sportoló magyarokat mennyire érinti? ez a, Hát ez a minden típusuk. sportolónak, amit ő, őt érinti, az 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 ország, ahol ő sport, az ottani jogszabályok szerinti szerződés. Tehát gyakorlatilag Szoboszai Dominik tekintetben mindaddig, amíg a brit szabályozás nem változik, teljes biztonságban van. De annak viszont örüljünk, amit egy kicsit mi történt az előző részben, stílusban én visszanyúlok, hogy tehát azoknak, akik most kapcsolódnak be. A jó hír, hogy az amatőr sportolók esetében a a kötelező szerződéskötés az mint olyan megszűnt. Tehát nagyon fontos, hogy nem csak a sportegyesetekben, hanem tehát KFT-k, zrt -k, illetve alapítványok keretei között sportolók számára sem kötelező már a sportszerződés, és akkor részletekért érdemes az első részt meghallgatni. És <laughs> hát igen, ugye ez a, ez a hivatásos sportszerződés kérdés, ez ugye itthon van, tehát ez ad nagyon fontos változás vezetett be közel tíz a, a, a sportörvény, amikor is azt a, azt a szabályt kiegészítették, hogy akkor hivatásos aki a munkaszerződése van. Most már nem csak munkaszerződéssel, már régóta nem csak hmm. munkaszerződéssel, hanem megbízási szerződéssel is lehet valaki hivatásos sportoló. Egyebekben, ha pedig munkaszerződés van, szigorú rendszer, ott a munkatörvénykönyvben nagyon szigorú szabály érvényesülnek, hogyha valaki megbízás keretében hivatásos sportoló, akkor ott könnyebben formálhatóak azok a szabályok, gyakorlatilag teljes szabadságot ad a szerződő feleknek, olyanra is lehet szerződni, mint a munkatörvénykönyve nem enged. Felmerül bennem az a kérdés, hogy akkor a hivatásos sportoló, akinek munkaszerződése van, annak arra a munkatörvénykönyv úgy vonatkozik? Tehát, hogyha most veszünk egy labdarúgót, akkor hétvégén túlórázik? Igen, nagyon érdekes ez a dolog, hogy kimondja a törvény, ez nem, vál, nem megy új változás, hogy hétvégén is foglalkoztathatók. Tehát nagyon érdekes, hogy a sportolók, a ha munkatörvénykönyve hatályra tartozó, tehát munkaszerződés alapján hivatásos sportoló, akkor a munkatörvénykönyvét és az erre vonatkozó sporttörvény tartalmakat együtt kell értelmezni. Tehát a kivétel szabályokat tartalmazza a sporttörvény, amiért hétvégén is dolgozhat, mert hát egyébként ugye hát ez egy. De ez akkor azt nem túlórában? Nem, ő foglalkoztatható hétvégén is, ez kimondja a sporttörvény, ez már régi, 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 régi és ünnep,

foglalkoztathatunk. Tehát kvázi, 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 akkor egy picit menjünk bele, tehát akkor a sportolóra nem vonatkozik semmi, ez hanem... Ez nem igaz, mert hogy megvannak azok a kötelező pihenőidők, amiket viszont akkor máshol kell megadni neki, tehát gyakorlatilag egy ilyen kötetlenebb ö, szabályozás vonatkozik rájuk, de megvannak azok a hogy azért, hát ö, ha az valaki betartja, akkor nem hajtja csapágyasra a sportolót, tehát azért nem vérte alakultak ki azok a szabályok, amely szerint különböző ö, pihenőidőre szükségünk van. Olyan annyira, és itt most nagyon örülök, hogy alá kérdeztél a következőre. És, még van, és most még nem egy... beszéltük meg? De a legjobb, nem, hogy... és most alá fogok még egy. Még kérdezni. egy most a lényeg az, hogy azt az 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 viszont, az. viszont, nagyon sok olyan munkaszerződés van a sportban, sportoló. Tehát nagyon fontos, hogy itt most el kell választanunk azt, hogy sportszakember munkaszerződés. Nem, itt most az ilyen sportolóról beszélgetünk, sportoló. beszélgetünk. Na most, Személy hogyha bát az le. ő esetében például a munkaszerződésben nincs rögzítve az MT, tehát a munkatörvénykönyve kötelező tartalmi elmején túl az, hogy a munkavégzésének mi a módja, milyen pihenő ideje van, és a szabadság kiadására milyen szabály vonatkozik, sőt, kifejezetten ez olyan abszurdnak tűnik, de benne hogy legyen mindenfajta díjazás, amit ő kaphat. Ha ezek közül bármelyik nincs benne, az ő szerződése nem jött létre. Tehát ma Magyarországon pontosan tudom, hogy vannak olyan sportolók, akiknek a, a profi, profi munkaszerződésében ebben nincs benne. És nagyon boldog örömmel, amikor jön hozzánk, hogy játékazolna itt a szerződése, én elsőre ezt keresem. Ha ez a, ez a, négy pont, bármelyik hiányzik belőle, az a szerződés létre se jött. Magyarán szóval szerződés érvényességre vagy hatályban létére hivatkozással nem lehet megtagadni az átigazolását. Hú, most nagyon remélem, hogy a, az esetleg e tekintetben mulasztó sportvezetők fejükhöz kapnak, és mindenki elővesz a szerződését, szerződését illetve a kérdezem nem, a sportolókat, akik viszont előveszik, és megtalálják, hogy hopp, igen. ez nincs benne. Viszont ezt azért szögezzük lesz a szabályt, nem én hoztam, én csak alkalmazom. Tehát ott van bent a igen. sporttörvényben, elég régóta, tehát azért ezt el, el, lehet onnan olvasni. Mondtad, hogy van még, még Igen, készen. én muszáj még alá kérdezem. Tehát ugye Kozák Donuta 30 fölött van, két gyerekkel rendelkezik, neki több szabadsága van, mint kései ajnának 24 éves sportolónak? Igen. Tehát, ott, ott tehát ugyanaz szabadsz. vonatkozik, mint a... Így, így. Tehát ugyanaz tehát a nyugdíj előtt álló ö, pénztárosomnak új, több szabadsága van, mint mondjuk, ö, nem tudom, Bár, Pádár szok, De igen, de, de hát, ez, ez a, a, munkatörvénykönyvéből következik. De mondjuk a És nyugdíj előtt, előtt álló van, sportolók viszonylag ritkán él sportolók. Tehát azért azt mondjuk, hát a így, így, az egy olyan, ott olyan... előfordulhat, mint egy üdítő kivétel, Akkor ez előtted van ez a, ez a beszélgetés? Tehát én azért előttem van, amikor Gyuri bácsinak azt mondtam volna, hogy Gyuri bácsi, én nem ismétlek, mert a munkatörvénykönyv azt mondja, hogy én 8 órát Már... dolgozhatok, ebben meg kell hagynod nekem a két órát, meg el kell mennem ebédelni fél órát, úgyhogy légy szíves, én ez biztos nem alapozáskor nem találkozunk, mert többet akarsz velem csinálhatni, mint, mint amennyit. hogy, hogyha ezt így nézi, most mi most keverjük vissza, hogy mikor mehetünk szabadságra, és mennyit kell dolgozni. A, a, szerződésben azért mindez így rögzíthető, hogy ez létrejöjjön. Jó, tehát pontosan azért adja meg a sporttörvény ezeket a szabályokat, hogy ez a sportra ható legyen. Tehát pontosan az, amikor te azt mondod, hogy na, az rám igaz -e? ott kell megnézni a hivatásos sportokra vonatkozó rendelkezéseket. A sporttörvényben, hogy na, erre mit mond? És jó esélye, hogy te érzed, hogy időben nem jön neki, lesz ott egy rendelkezés. És miért jön, jön ki? Hú, de de ezért szoktam azt mondani egyébként, hogy aki a saját ügyfeleinknek, hogy aki csak teheti, és meg tud állapodni, ha klubról beszélünk, de számos klubot támogatunk, akkor természetesen a klubok számára nagyon sokszor inkább a megbízási alapú hivatásos szerződés az, amelyik könnyebben kezelhető. De hozzáteszem a sportoló számára is, mert hogy mint olyan a megszüntetésnél egy felmondás, egyébként nem mindig közös megegyezéses az. És van, hogy nagyobb mozgásteret biztosít az, hogyha az megbírási szerződés. De van, ez az érdekes, hogy kifejezetten a munkaszerződés az, amelyik ideális. Ezt esetileg kell eldönteni. A klubok oldaláról, hogyha mondjuk ők vannak egy olyan helyzetben, hogy tudják ezt valamelyest így, így, így előirányozni, és, és jobb a, a tárgyalási pozíciók, egyébként a megbízási típusú hivatásos szerződés a profiknál legtöbbször ö, könnyebben teste szabható. Százalékos hm? hogy... formában mennyi, hány szerződés kell hozzányúlni? Úgy országosan, most az a, a sporttörvény változtatásával? Nem kell. Már hát, ha belegondolsz a változás, ugye szerencsére a profikat Jó, nem most, érintette. Ezért... Persze. Hm? Egyszerűen, egyszerűen, mint röviden már ugye más szempontból kérdezhetek, és előjött ugyanoda jutunk, hogy a hatályban lévő amatőr szerző, és kicsit az amatőr ha? világba, azok lejárnak Lejárnak, meg is lehet szüntetni, de nincs rá szükség. Hát gyakorlatilag az ifjaknál lejárnak a 18 év életkor alatt, egy év hát, alatt, aki meg hosszabbat kötött, ő meg felnőttként tudja, hogy mit akar. Tehát ő, ő, alapvetően ő már tud erről dönteni, hogy mit, hogyan szeretne ebből megtartani, de ha vele megkötöttek egy három éves, mondjuk a régi szabályok szerint, azért az a klub is kell, hogy azt csak úgy megszüntessük. Még a sporttervény módosítása kapcsolatosan a Magyar Edzők Társasága és a Sportegyesületek Országos Szövetségek köztestület lett. Ez Miben változtatja meg a, a, az életünket? Egy köztestület mindig egy fajsúlyosabb ö, ö, jogi személy, ez nagyon fontos. Tehát a köztestületet, nagyon ez egy nagyon fontos vetes, hogy őket ö, törvény hozza létre. És egyébként a jövőben pedig ö, akár olyan nagyon-nagyon fontos szerepet is kapott, például a Magyar Edzők Társasága, hogy mondjuk mi lenne abban az esetben, van egy ilyen törekvés, hogy vannak olyan edzők, akiket ugye hát a különböző sportszövetségek ellenőriznek, mert hogy a tagszervezetek edzői. De mi van azokkal az edzőkkel, akik ilyen szabadidős foglalkozásokat sportszövetség érintettség nélkül végeznek? Fitness, uh -huh. teniszoktatás, nem tudom, Egy még más Ők még nagyon sok tekintetben, nem az úszásban egyébként nagy igen, de hogy nagyon érdekes, hogy őket senki nem ellenőrzi. És van egy olyan törekvés, ezt így nem ért még célba ez, de én magam támogatom, hogy azért azokat az edzőket, akik egyszer elvégeztek mondjuk egy edzői tanfolyamot, uh -huh. szereztek egy alapképzettséget, és senki nem ellenőrző szakmai munkájukat, és az lehet jó is, lehet rossz is, és nyilván ha jó, akkor minden rendben van, és végül nem is fogják ellenezni azt, hogy hogy őket ellenőrizzék, de, de a Magyar Edzők Társasága környékén hallottam ilyen törekvést, hogy az ilyen e, sport sportszövetségek által nem ellenőrzött edzőket is valamilyen módon mondjuk a Magyar Edzők Társasága ható körébe vonják, és ők ellenőrizhessék, hogy ők mondjuk nem végeznek olyan munkát, amit a valakinek időskorára mondjuk munkaképességbeli zavarai vagy hátrányai <laughs> keletkeznek. Tehát most nem arról beszélünk, hogy ez hatályba is léphet, csak ez, ez egy olyan törekvés, aki például sportot szereti, és látja, hogy mondjuk hosszú éveken át fél edzett valakiből milyen egészségkárosút lehet, akkor tetszik neki ez az ötlet. Ez még egy picit messze van, de azt gondolom, hogy előbb-utóbb elérhetünk oda, hogy azokat az edzőket is ellenőrizzék, akik nem tartoznak sportági szövetségi hatáskörbe. Tehát nem kell neki működési engedély. De ilyen gondoljunk vele, karate, van, hogy úgy tud működni, hogy a szövetsége nem is tud róla, hiszen nem. ő létrehoz egy karateklubot, ő mondjuk uh, sensei, mert megvan a megfelelő danszáma és igen. Fekete öve, és mondjuk végez egy olyan tevékenységet, hogy mondjuk lehet, hogy semmilyen edzői végzettsége nincsen. Oké, de a Magyar Edzők Társaságának lesz jogosultság, hogy a fitness termekbe bemenjen is a fitness oktatók? Nagyon oktatókat... remélem, hogy valahogy igen, de ez még nincs. Nagyon remélem. Ez most ez egy jövőben néző, jövőbe tekintő Abszolút, dolog. Abszolút, mert ez, ez, de ez egy ezt, általános probléma. Hát, meg meg népegészségügyi kérdéseket vet fel. Hát azért arra olyan történetekről hallottam, hogy a háromszoros olimpiai bajnok egykori keménydénes csapatnak a, a, az erőléti edzője, egy, egy korábbi testnős egyetemi docens, amikor mentek edzeni a, a válogatottal, és bementek egy olyan fitness terembe, ahol egyéb mozgás is volt, a szakmai igényessége, meg feket, hogy szól hogy te egy, egy már teljesen más edzőnek ott egy, egy, valakit edzett, és olyan mozgásformát követelt meg tőle, hogy ő maga szólt, e, ember embert tönkreteszed. Tehát, hogy azért csak vannak ilyen jelenségek. És ezt tudjuk, hogy vannak. Tehát itt alapvetően az egy komoly probléma, hogy azt felfedeztem, hogy különböző helyeken, egyszer csak úgy azt írják, hogy szakedző képzés fél év alatt. Ne csináld, tehát ez az egyenletes a 3 három plusz két év, <laughs> Igen. de a szakedző képzés fél év alatt. Aztán kiderül, hogy mondjuk egy sportági rendszer azt elfogadja, hogy ez náluk szakedző képzés. Most ezt is tisztába kell tenni, és a Magyar Edzők Társaságának nagyon nagy feladata lehet. Én azt gondolom, hogy ilyennek megágyaztak most ezzel, okay. hogy ők már és köztestület. És akkor innen fognak építkezni. De gondoljunk bele, hogy egy köztes, kik a köztestület, tudományos akadémiai köztestület, magyar ügyvédi kamara köztestület, mérnöki kamara köztestület. Hm. Tehát, hogy önnentől telepíthető rájuk olyan közfeladat, ami, ami már már a végén utána a hatósági jogkörök is elláthatja őket. Lássuk, hova vezet ez. Azt ez az egy nagyon fontos első lépés. Nem mondom, nem tudok biztosat, hogy ez a törekvés, ez, 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 ez rövid úton lévbe ér, de tudok róla. Én magam is egy szakedző vagyok, nem fél év alatt szereztem meg, ugye, hát nekem, nekem egyetem végzettségem van erről. Ez nem egy, adjunk egy súlyt valakinek a kezébe, és akkor úgyis majd megerősödik. Hogy ezt lehet úgy csinálni, úszoknál is tudjuk ezt, és a szerencsét nem nem, ez a jelenség nincs, ott nagyon-nagyon rövid pórázon tartja az úszószövetség, ugye a, az úszás <laughs> oktatások, ez a mindent. Hogyha ott rossz a mozgásforma, ott évek alatt kialakulhat egy olyan, olyan defektus, egy olyan sérülés, ami utána mondjuk nagyon komoly felnőtt kori problémákat jelent, aztán utána most menjünk egy picit távolabbra, az a társadalombiztosítás biztosítás fogja terhelni. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy, hogy azért azok az edzők, akik, akik akár szabadidős formában emberek edzettségért válnak felelősséget, ők, azért bizonyos korlátok között és ellenőrzés mellett a lehető legjobbat tanítsák. Senki nem mondhatja azt, hogy ez bárkinek a valós érdekei ellen van, hogy már pedig ha edző vagy, akkor azt tanítsd, ami jó a te tanítványodnak, sportolódnak. Mm -hmm. Akkor még nem, egyáltalán nem kötözködés életbelű tapasztalatokat mm. szeretnék. Egy testnevelő tanár délutáni foglalkozás keretein belül kézilabda edzés tart, kosárlabda edzés tart, fitness tart, aerobikot, tudod, tehát hogy az iskolai, tehát utána ott a tornateremben, az minek minősül? nagyon érdekes, hogy ha valakinek megvan a testnő tanári diplomája, hogy a tanárokat képzik, ott ezekre a sportágakra őket kiképzik. Tehát alapvetően egy, egy felkészült testnevelő Tudja. sokkal kisebb rizikó, mint egy olyan személy, aki fél év alatt szakedző végzettséget szerez. Ami, bocsánat, hogy nem csak, hogy ez, ez, amikor így a testnő és docensével értem, hogy beszéltem egyszerű. erről, ő hahotázva röhögött. Tehát, hogy tehát nincs. Tehát a szakedzőiről szögezzük le, azt nem lehet fél év alatt megszerezni. Az lehet valamilyen olyan tanfolyam, ami ha elnevezünk szebb néven, akkor majd komolyan veszük. Tehát nem tudom, van egy ilyen régi mondás a, a valaminek a polcra helyezésére, ami, hogyha oda teszünk az Azt is, hogy lesz. lekvár, igen. Így. Tehát, hogy, hogyha elnevezünk, attól még nem lesz az mm. egy olyan, hogy viszont nagyon szépen látom, is kiírva egyébként már bizonyos edzőknél is, hogy ő ilyen-olyan szakedző. Mm. És pontosan tudom, hogy, hogy ez neki nincs meg. Mm. Tehát, hogy ez egy érdekes helyzet lesz, például nem mondom, nem akarom én a felelősséget a metre telepíteni, szeretném, nem ők ezt maguktól meg fogják találni, mert az az igényes munka, amit az igazán felkészült edzők végeznek, az, az megköveteli azt, hogy ne engedjék azt, hogy mondjuk a társadalomban olyan jelenség még jobban elszaporodjon, hogy gyakorlatilag valaki azt tanít, amit akar, vagy éppen mondom, akár edzői végzettség nélkül is lehet bizonyos sportákat tanítani. Jó, Gala Miklós mondta, hogy más. Most nézzük a, a sportot, sportágakat, sport eseményeket, e, érintő elemeket. Nézzünk egyet, cumbás pil a himnuszt, mert azért lehet, hogy itt is észleltünk némi változást. Ne, egész jó volt az átkötés. Igen. Jó, jó mindenképpen. Nos, hát a, a, himnusz vonatkozásában nagyon érdekes, hogy ez olyan, a sportban olyan fontos, és hát a nemzetközi sportesemények, sportrendezvények vonatkozásában az olyan természetes, hogy akár a győztes számára, vagy pedig eredményhirdetéskor lejátszák a A mostani törekvés ugye nagyon fontos az, hogy kevesen tudják, hogy az a rövidebb, gyorsabb változata a himnusznak, ami egyre többször előfordul, ez ez van. Tehát tisztázok, hogy Erkel Ferenc ebben a kb. 89 másodperces változatban alkotta meg a himnuszunkat. Kicsit indulósan. Aztán egy tök, gyorsabb tempó így, volt, így az, amit egyébként most már az olimpiákon is hallunk, tehát egyébként a, a, magyar, a magyar versenyzők tiszteletére már ezt a kicsit gyorsabb ütemű himnuszt játszák. Uh, utána hát bekövekezett Trianon és a nemzeti gyász hatására elrendelték, hogy a himnusz az, az legyen az általunk megszokott. Ritmusú, hát mi már ugye ebbe születtünk bele, ez a valamelyest Lass, lassabb. Váltott egy igazi fohász. E, és amit viszont akkor átkötök, kevesen tudják, hogy a szocialista időszakban ma nem elvették tőlünk a himnuszt, ugyanis volt egy törekvés, hogy írjunk egy teljesen mást, nem. és erre felkérték Kodály Zoltánt, hogy akkor ő, ő hát mint zeneszerző, alkosson meg az új himnuszt, aki a feldolgozás viszonylag röviden zárta, és azt mondja, hogy a feldolgozás a következőképpen néz ki, jó, ahogy van. E, tehát, ahogy, ő ő megtagadta, és más nem tartottak méltónak, hogy megírni egy új himnusz, így maradt az a lassú Erke zenére szóló himnusz. Na most most viszont a törvény azt mondja, hogy azt a változatot nemzekközi versenyeken, mint a magyar válogatott külföldön szerepel, mint ha mi szervezünk mm. egyet itt Magyarországon, azt a változatot rendeli használni, ami a Honvédelmi Minisztérium honlapján fönt lesz. Na most bizonyos információim szerint ez a rövidebb kicsit gyorsabb ütemű, 89 másodperces változat lesz, tehát innentől tehát ami föl, az van, azt ki... kell használni, tehát az eredetihez visszatérünk, ennél két változatban lehet a magyar himnusz innentől hallgatni, és nemzetközi sporteseményeken törvény által elért módon az a minden bizonyal ez a 89 másodperces rövidebb változat, ami a Honvédelmi Minisztérium honlapján hamarosan elérhető lesz, és lesz az, ami mindenhol máshol lejátszható. Tehát, hogy lesz egy gyorsabb nemzetközi sporteseményekre alkalmazandó himnuszunk, és, és az, amit egyébként pedig szélesebb körben használunk. Ez olyan jó, hogy elmondod, mert nekem feltűnt régen, hogy valami nem oké. Tehát ugye én tanultam, tudod, iskolai évnyitókon, vagy vagy, állami eseményeken voltál, és akkor ott ugye... Volt egy szövegbéli alakítás, és akkor elmentem egy úszóversenyre, nyertem, és ott és tudod, így el kell különíteni attól, és amikor, fura, amikor a... hátunkon felállt a szőr, amikor például a magyar válogatott külföldi felépésén ott a fúvó zenekar valami teljesen mást adott Igen. elő, mert ott még a ritmus is más volt. Az más. Tehát nekik feltétlenül az erkeli maradt meg, de ott egy-két hang sem volt a helyén. Az más. Itt most uh, eljutottunk odaig. A törvény, mondjak, ez nagyon bölcsön, hogy ami fönt van a Honvédelmi Minisztérium honlapján, azt nem azt lesz, hogy... és azt én úgy tudom, hogy az nyilván nem is nagyon lenne értelme a, a hagyományos, a, a közismertebb ritmusra így hivatkozni a törvénynek. Nyilván, ha viszont egyszer azt mondják, hogy ez mégsem vált be, akkor semmi más feladat nem lesz, mint a honvédelmi honlapján feltenni a másik változatot. De most még tehát ez a, ez a ritmusosabb, indulósabb változat a himnusznak az eredeti Erkel Ferenc által írott ritmikával rendelkező tűnik majd a hivatalos nemzeközi eseményeken alkalmazandó mm. himnusznak. Ez egy kis, kis, színes hírként, de azért mégiscsak fontos, mert a himnuszunkról van Abszult. szó abszolút. Hát az az, 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 sajnos lejárt az idő, nem szeretem ezt mondani, ugye a tenisz csak csak mondják, hogy time, ez most itt az esetben egyfajta fél időt jelent, mert én azt hiszem, hogy erre a, a, a törvény módosításra, a szabályzásra még nagyon érdemes visszatérni, leginkább veled, mert azért, ahogy szokták mondani, maradt még a csőben töltés és muníció, úgyhogy ezzel majd azért visszatérünk alkalomattal,